Szeretettel köszöntöm a Híd TV minden kedves nézőjét. Önök a Solti magazin 2021. március 25-i adását látják. A mai műsort református imával kezdjük, és az óvisok meséjével folytatjuk. A könyvelési tanácsokat egy Skype interjú követi Kaciba Andival. Rendőrségi rovatunkban a bűnmegelőzés lesz a téma. Önkormányzati képviselőink közül ezúttal Áris Lajossal beszélgetünk. Nics Józseffel pedig a solti dzsúdósport helyzetét járjuk körül. Kedves nézőink, terveink szerint a jövő héten katolikus szentmisét közvetítünk majd a Solti magazin idősávjában. Most pedig mélyedjünk el Váradi Péter nagy tiszteletű úr gondolataiban. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm televízió nézőit. Köszöntelek benneteket az apostol szavával, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves televízió nézők, nehéz időket élünk. Mindenhonnan ezt halljuk, ezt látjuk, ezt olvassuk, és az embernek sokszor nincsen semmihez se kedve. Vagyis úgy van kedve, hogy annyit tennénk, mint amit a Bibliában is látunk jó pár alkalommal, hogy befordulnánk a fal felé, magunkra húznánk a takarót, és azt mondjuk, hogy elegünk van mindenből. Ebből a fal felé fordulásból, a magunkra húzunk takaróból hoznék ide példát elétek. Tehetjük azt, amit Aháb király csinált, amikor nem kapta meg azt, amit szeretett volna, nem kapta meg Nábótnak a szőlőjét, és mint egy durcás gyerek fogta magát, befordult a fal felé, nem evett. Aztán jött a felesége, Jezábel, aki úgymond megoldott mindent, Nábót szőlőjét megkapta Aháb, megkapta azt, amire ott és akkor éppen vágyott, de tudjuk jól, milyen súlyos következményekkel járt. Aztán hozzám ide elétek Ezékiás királynak a történetét, aki egyszer szintén befordult a fal felé. De ő azért fordult be a fal felé, mert megmondta neki a próféta, hogy rendelkezz családodról, rendelkezz minden dolgodról, mert beteg lettél, és meg fogsz halni. Ezékiás is befordul a fal felé, de nem azért, hogy ne egyen, ne azért, hogy duzzogjon, ne azért, hogy föladjon mindent, hanem befordult a fal felé, hogy imádkozzon, és megszólítsa Istent. És hogyha valaki kezébe veszi a Szentírást, kezébe veszi Ezékiás királynak a történetét, akkor láthatunk egy hihetetlen bátorságot abban, hogy Ezékiás király úgy szólítja meg az Urat, hogy mi azt mondanánk, hogy ekkora bátorsága van valakinek. Igen, lehet bátorsága az embernek Istent megszólítani, akkor, amikor napi kapcsolatban van vele. Ha Ezékiás király történetét megnézzük a Bibliából, akár a Királyok könyvéből, akár a Krónikák könyvéből, azt látjuk, hogy Ezékiás király napi kapcsolatban volt Istennel. Fontos volt neki, hogy Isten mit gondol róla, Istennek mik a tervei, mik a törvényei, ő ahhoz mérte az ő életét. És amikor megszólította Istent, akkor választ is kapott rá. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Ézsaiás miután megmondta Ezékiásnak, hogy beteg vagy és meg fogsz halni, még a palota udvaráról sem ért ki, már szólt neki Isten, hogy menjél vissza a királyhoz. Mert a nehéz helyzetben a király nem tétovázott, nem halogatott, hanem rögtön Istenhez fordult. És a mi nehéz helyzetünkben, ezekben a
korlátozós, lekorlátozott, mindenféle lemondásra felszólított helyzetekben, amikor azt látjuk, hogy mit nem szabad, mit nem csinálhatunk, amikor az embereknek hihetetlen nagy türelemre és önuralomra van szüksége, mind a bezártságban, mind a másik embertől való távolságtartásban, akkor adódik a kérdés, hogy mit csináljunk. Mivel nagyon nem mehetünk sehova, általában otthon vagyunk, és nekünk is két lehetőségünk van. Bemegyünk a belső szobába, fal felé fordulunk, magunkra húzzuk a takarót, és azt csináljuk, mint Aháb király, hogy duzzogunk, hogy most éppen, amit kitaláltunk, azt nem kaphatjuk meg, vagy megtehetjük azt, amit Ezékiás király tesz, befordul a fal felé, és imádkozik Istenhez. Mondhatnák itt, akik nézik ezt a televízió műsort, hogy könnyű volt Ezékiás királynak, mert hát ő gyerekkorától kezdve az Isten szeretetében nevelkedett. Könnyű volt Ezékiás királynak, mert megvoltak neki a lehetőségek, ott volt mellette a támogató környezet, a próféta, a papok, mindenki. És mondhatná az a televízió néző, aki most otthon ül a szobában, vagy éppenséggel, ha YouTube-on a telefonján nézi ezt a műsort, hogy és velem mi van? Mi van velem, aki lehet, hogy meg sem vagyok keresztelve? Az is lehet, hogy ha ünnepen elmegyek templomba, katolikus templomba, vagy éppen az evangélikusokhoz, vagy az adventistákhoz megyek, vagy éppenséggel csak ránézek a polcra, mert ott van a nagymama bibliája, és abból próbálok erőt meríteni, mi van velem? Mi van velem, akinek nem nagyon van bátorsága, hogy az Istent megszólítsam? Vagy azt se tudom, hogy hogyan most. Kulcsoljam össze a két kezemet, vagy tegyem így, vagy egyszer mit csináljak a kezemmel. Akkor, amikor az ember otthon van a csöndben, amikor úgymond rászakad a négy fal, akkor fölteszi magának ezeket a kérdéseket, sőt, akár nehezebbeket is. Én csak bátorítani tudok mindenkit arra, hogy merje megszólítani Istent. Már csak azért is, mert van valaki, aki nekünk segít. Van valaki, aki nekünk közben járunk. Hiszen ez a hét a református bibliaolvasó kalauz szerint az imádságról szól, Jézusnak úgynevezett főpapi imádságáról szól, ami János evangéliumában a 17. részben van, és ebből a 17. részből egy verset szeretnék kiemelni, mégpedig azt, amikor Jézus készülve az elfogatásra, készülve a halálra, maximálisan tisztában van azzal, hogy mi fog következni. Tisztában van azzal, hogy neki miről kell lemondani, az életéről kell lemondani, akkor is annyit tesz, hogy imádkozik. És tessék megnézni, hogy többek között miről imádkozik. Azt mondja Jézus az atyának, hogy én ő érettük könyörgök, akiket nekem adtál. Milyen óriási erő van Jézusban, amikor lemond saját magáról, lemond arról, hogy azért könyörögjön, hogy neki könnyebb legyen. Értünk, imádkozik. És jó dolog nekem is a saját magam gyengeségében, hogy tudom azt, hogy Jézus értem imádkozik, és kedves testvérem, érted is, imádkozik Jézus. Imádkozik azért, aki tud imádkozni Istenhez, akár Ezékiás példája, de egy pillanatra ugorjunk vissza Aháphoz, ugorjunk vissza a dünnyögő, duzzogó Aháphoz, aki ott van befordulva a fal felé, és jóformán felhatalmazza a feleségét, hogy elkövesse az egyik legnagyobb bűnt, hogy embert öljön, hogy megszerezze azt a bizonyos szőlőt. Még az az Aháb, aki minden gonoszságra, mindenféle rosszra képes volt, neki is van bocsánat, mert hogyha az ember elolvassa Aháb király történetét, azt látjuk, hogy
Van még egy alkalom, amikor Aháb a fal felé fordul, amikor elmondja neki Illés az ítéletet, a pusztulást, amit magára hozott. De még Aháb is, a gonosz király is meg tudta alázni önmagát, odafordult Istenhez, Isten meghallgatta, és kegyelmet adott neki. Tehát kedves testvérem, mindannyian, akik itt vagyunk, Solt határain belül vagy, azon túl, legyél erős, legyél bátor, és lehet, hogyha éppen most fal felé vagy fordulva, és a takaró rajtad van, mert már eleged van mindenből, legyen erőd Istenhez imádkozni, abban bízva és tudva, hogy ő meghallgat, és meg is segít téged. Amen. A Mesevár óvoda kicsinyei közül a mai alkalommal Samu Nóra mesél önöknek. Samu Nóra vagyok, a Süni csoportból jöttem. A kőleves. Egyszer régen, igen-igen régen, egy szegény vándorlegény elhatározta, hogy vándorútra indul. Ment, mendegett napokon, éjszakákon át, még egyszer nagyon-nagyon megéhezett. Mivel hazai tarisznyájából nem talált egy darabot se, elhatározta, hogy betér a közeli faluba, csak hogy abba a faluba egy jó szívű ember sem lakott. Ha nem kínálnak meg sehol, nem tehetek mást, csak főzök magamnak kőlevest, mondta a legény az utolsó házgazdájának. Elcsodálkozott ezen a gazda, és csak hamar híre terjedt, hogy a szegény vándorlegény kőlevest akar főzni. A nagy csodára nevetve futottak össze az emberek, hoztak a falubeliek edényt, a legény megtöltötte vízzel, és így szólt. Megengedné valaki, hogy feltegyem a fazekat a tűzhelyére? Hát persze, hogy megengedték, mert még kőlevesről egyikük sem hallott. Amint a víz forni kezdett, megszólal a legény. Egy kanál zsírral micsoda pompás illata lenne, hoztak neki zsírt 3 kanállal is. Amint a víz már javában volt, a legény megkóstolta a levest, mondta, hogy pompás, csak egy kicsit sótlan, jó lenne bele egy kevéske só. Hoztak több marékkal. A legény megkavarta a levest, és így szólt. Pompás, csak egy kis káposzta is volna benne, nincs ember, aki meg ne nyalna a 10 ujját. Erre az egyik asszony kiszaladt a veteményes kertbe, és hozott 3 nagy fej káposztát. Amikor a legény megízlelte, azt mondta, ha még egy darab kolbásszal is megörvendeztetnének, akkor lenne igazán fölséges a leves. 3 asszony is vágott neki egy-egy darabka kolbászt. Nem kellett sok idő a levesnek, mert hamar kész volt. A legény tarisznyájából kanalat horgászott elől, és nagyokat harapott a kenyérbe is. Amikor a fazék kiürült, többen kérdezték, és a kővel mi lesz? A kővel? A kővet megmosom és elteszem máskorra, amikor megint olyan helyre érek, amikor nem kínálják meg a fáradt vándorlegényt.
A mai kor emberének meg kell birkózni az egyre bonyolultabbá váló könyvelési szabályokkal is. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani Pálffy Imréné, mérlegképes könyvelő időszerű tanácsaival. Köszöntök mindenkit, Pálffyné Éva vagyok. Itt vagyunk megint a személyi jövedelemadó bevallás határideje előtt, a határidő május 20-a. Bármilyen nehéz időszakot élünk, a határidőt be kell tartani. A fő szabály a személyi jövedelemadó bevallásnál, a magánszemélyeknek minden jövedelme adóköteles. Ami nem adóköteles, és nem is kell bevallani, az a gyes, a nyugdíj, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás és a rokkantsági ellátás. Az adóhatóság mindenkinek elkészíti a tervezetet, de nem mindenkinek válik véglegessé. Akinek ki kell egészíteni a tervezetet, ha van ügyfélkapuja, akkor azon. Ha nincs ügyfélkapuja, akkor be kell küldeni egy papíralapú bevallást, és ők pedig az őstermelők és az áfa körös adószámos személyek. Nekik nem fogja az adóhatóság véglegessé tenni ezt a bevallást. Ha be van küldve a bevallás, akkor azt határidő előtt kell megtenni. Akinek nincs ügyfélkapuja, de szeretné a tervezetét látni, hogy mi van benne, ő kérheti április 15-ig az adóhatóságtól, lehet kérni telefonon, SMS-be, van egy nyomtatvány, azon is lehet igényelni. És ha van neki más jövedelme, mint amit az adóhatóság belerakott a tervezetbe, akkor azon tudja módosítani. Tehát az elején mondtam, hogy a magánszemélynek minden jövedelme adóköteles. Ezekre a jövedelmekre figyelni kell ugyanis. A bérjövedelem, a napi bejelentéssel foglalkoztatottak jövedelme, az osztalék, a prémium, a jutalék, egyéb jövedelem. Ha bérbe ad valaki ingatlant, és magánszemélynek adja bérbe, azt mindenképpen módosítani kell a tervezetet, vagy pedig külön adóbevallásba jelezni kell az adóhatóságnak. A napi bejelentés esetén én mindenkinek mondom, hogy igazolást kérjen a munkáltatótól róla, mert nem fogja tudni, hogy milyen összeggel van bejelentve, ugyanis ennek a bejelentésnek van egy adómentes része, amit be se kell vallani, és nem is kell utána fizetni. Rátérve a kedvezményekre, mivel ez a tájékoztatás csak tényleg dióhéjban történik, a kedvezmények, amit igénybe lehet venni, az a családi kedvezmény, a családi járulék kedvezmény, az első házasok kedvezménye, a betegségre vonatkozó kedvezmény. A betegségre vonatkozó kedvezmény, ott nagyon sokan mondták még tavaly is, hogy nem is tudtak róla, hogy van ilyen. Most a személyi jövedelemadót 5 évre visszamenőleg meg lehet ön ellenőrizni. Tehát ha valakinek olyan betegsége van, amire ez az adókedvezmény jár, akkor 5 éven belül vissza lehet kérni a személyi jövedelemadó bevallás önellenőrzésekor. Ami új kedvezmény a személyi jövedelemadóba, az a 4 vagy több gyereket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetett összeg, az önkéntes nyugdíjpénztárba és egészségbiztosítási pénztárba befizetett összeg 20%-a szintén igénybe vehető kedvezményként, de ezt nem a bankszámlára fogja visszautalni az adóhatóság, hanem a megjelölt nyugdíjbiztosítás vagy egészségbiztosítási bankszámlára. Ami még
nem elfelejtendő, az 1%, ami fontos, hogy bármilyen kis összegről van szó, az 1%-ot mindenki jelölje be. 2x1%-ot lehet bejelölni, egyet civil szervezetnek, egyet egyháznak. Nem muszáj mind a kettőt, egyet-egyet is lehet. De aki a személyi jövedelemadó bevallását elkészíti, vagy már akár a tervezet is el van készítve az adóhatóság részéről, ott is az 1%-ot ki lehet tölteni. Ezt nem kellene elmulasztani, mert bármelyik szervezet az 1%-ok összegét nagyon hasznos dologra tudja fordítani. Hát ennyit csak Dióhéjba, tényleg nagyon röviden, mert olyan sok mindenre ki lehetne térni, de hát akkor itt tudnánk itt beszélni még jó ideig. Köszönöm szépen, hogy rám figyeltek, és mindenkinek jó egészséget kívánok. A koronavírus járvány olaszországi megjelenése óta tájékoztat bennünket a Facebookon Kaci Bandi, akivel egyre többször találkozhatunk az országos médiában is. Most vele beszélgetünk Skype segítségével, és többek között azt is megtudhatjuk, hogy mi az a szociális mosoly. Buongiorno, tisztelettel köszöntelek a Solti-ak nevében, a Solti tévénézők nevében is, a Solti újságolvasók nevében is. Szia, Sanyi, üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy létrejött ez a kapcsolat, és az első kérdés ugye adja magát, mert a hétvégén egy picit gyengélkedtél. Hogy vagy? Köszönöm szépen, nem panaszkodom, jól vagyok, egy kicsit berekedtem, de semmi komoly. Aggodalomra semmi ok. Nem aggódunk. Melyik táborba tartozol, aki már túl van a Covidon, vagy aki még előtte áll? Én előtte állok. Én vigyáztam az elejétől kezdve, úgyhogy idáig még előtte. És mi a helyzet most Lombardiában, Milánóban a Covid-dal kapcsolatban? Hát be vagyunk zárva, karanténozunk itthon, dolgozni lehet menni, de ezen kívül szinte mindent elvágtak, úgyhogy valójában mindenki otthon ül. És a számok ugyanolyan tragikusak, mint Magyarországon? Állítólag nálunk nem sokára tetőzni fog, nem, jelen pillanatban szerintem a számok rosszabbak Magyarországon. Tehát arányaiban nyilván. Arányaiban abszolút rosszabbak a számok Magyarországon. Tehát tudod, hogy a hullámok nem egyszerre mozognak Európában, minden országban külön ritmusban mozog a hullám. Nálunk most jobb a helyzet, mint Magyarországon, azt kell, hogy mondjam. De ugyanúgy nyomon követed az egészet, mint az első pillanattól kezdve, ugye? Igen, abszolút. És téged is követnek a Facebookon? Figyelj, olvasnak a Facebookon, mondjuk úgy, hogy az elején sokkal izgalmasabb volt, amikor írtam egy évvel ezelőtt, mert egyértelmű, hogy nálunk hamarabb kezdődött minden, úgyhogy az embereket érdekelte, és el sem tudták képzelni. Én amikor elkezdtem írni, egyébként azért kezdtem el írni, hogy az embereket felkészítsem arra, akik olvasnak, hogy körülbelül mi ez, hogy kezelik, mi történik, stb. Valamelyest, hogy segítsem a helyzetet, ami előbb-utóbb egyértelmű volt, hogy Magyarországra is eljut, és ki fog alakulni. És tudtad előre, hogy médiasztár leszel? Nem érzem magam médiasztárnak. Nem hiszem, hogy médiasztár vagyok. De mégis nagyon sokan követnek téged, ahogy mondtad is. Van esetleg szám? Tudsz-e számot mondani, hogy ahhoz képest, amennyi azelőtt volt az ismerősöd, hogy mennyivel szaporodott meg az ismerőseid száma, vagy a követőid száma? Valójában nem sokan követnek. Tehát szerintem a Facebookon egy ilyen 2000 fölötti, nem tudom, 2-2005 lehet az ismerőseim száma, de tudom, hogy sokan olvasnak, miután megnyitottam az oldalt, úgyhogy nem követnek. Meg hát a Duol az valójában megosztja, és hát tudod, azért az is valamelyest emel a számokon. Mondjad csak. Tehát amikor én elkezdtem az egészet írni, akkor az első hetekben van egy olyan posztom, vagy kettő, amit több mint 2000-en megosztottak. És amikor a Facebookon 2000 ember megosztja az oldalán ezt a posztot, akkor ez azt jelenti, hogy tényleg nagyon sokan elolvassák. És akkor utána kezdődött, hogy megosztottuk a Duolon is, úgyhogy még több emberhez el tudott jutni. De abban a pillanatban, vagy abban az időszakban nagyon fontos információkat osztottam meg,
míg a mai napokban már valójában mindenki szinte mindent tud a koronavírusról. Tehát nehéz újat mondani, inkább a statisztika az, ami változik. Tulajdonképpen köszönet jár neked, hiszen sok embernek felnyitottad a szemét, hiszen többek között én is azok közé tartozok, akik az elején nem nagyon gondoltuk, hogy ilyen hosszú idő lesz ez a járvány, és te fölhívtad a figyelmünket arra, hogy ez egy nagyon komoly dolog. Ja, hát nehogy azt hitt, hogy én az elején azt hittem, hogy eddig fog tartani. Én, amikor elkezdtem írni, akkor tudod, annyi történt, hogy kirobbant ez az egész, bezártak minket egyik napról a másikra, senki nem értett semmit, és közölték, hogy kapunk 3 hét lockdownt. Gondoltam, elkezdem írni gyakorlatilag a posztjaimat naponta, mert az ismerőseim minden nap rám írtak, jaj, mi van veletek, hogy vagytok, mi történik, úgyhogy gondoltam, ha megosztom a világgal, akkor nem fognak nekem írni, és nem kérdezik külön-külön. Amikor elkezdtem írni, akkor én úgy terveztem, hogy ez a 3 hét lesz valójában a lockdown, és hogy ezt a 3 hetet így végigírhatom valójában. A 3 hétből 10 hét lett, mert tudod, hogy nekünk az első lockdown az 10 hét volt, de akkor nem lehetett sehova menni dolgozni sem, ha csak nem valaki élelmiszerboltban vagy egészségügyben dolgozott, otthon kellett maradnia, minden bezárt. És tehát én akkor úgy gondoltam, hogy ezt így lezavarom ezt a dolgot egy pár hét alatt, utána pár hónap alatt, aztán így szépen az egész így göngyölödött, és hát még mindig itt vagyunk. És már 1 év eltelt, és még mindig göngyölödik. Hogy talált rád a dunaújvárosi média? Megmondom neked őszintén, hogy nekem egy picit rosszul is esik, hogy téged, mint dunaújvárosit mutatnak be, de hát te Solti vagy. Dunaújvárosban születtem, hát tudod, hogy a Soltiak általában vagy Dunaújvárosban születnek, vagy születtek, vagy Kalocsán, esetleg Kecskeméten, úgyhogy valójában én a dunaújvárosi táborhoz tartozom ebből a szempontból, valamint én Dunaföldvárra jártam gimnáziumba. Úgyhogy nekem onnan is sok az ismerősöm Földváron, a dunaújvárosiak közül, akik Dunaföldvárra jártak gimnáziumba. Egyébként rám írtak a Facebookon. És onnantól működik ez a kapcsolat? Az ATV is valójában, aki megkeresett a Facebookon, írt rám először. A svájciak is a Facebookon írtak rám először. Igen, erre még visszatérünk. mert hát amióta te elkerültél Soltról, azért itt fölnőtt egy generáció, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy igen. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi történt veled. Én arra emlékszem, hogy egy gyönyörű kislány voltál, mint most is, és... fotókat, és akkor majd meggondolod magad. és hogy szépségversenyeken indultál, és ott sikeres voltál. Mondd el, légy szíves, hogy hogyan alakult ez annak idején. Na, hát én szépségversenyeken sohasem indultam. Egyszer indultam a Miss Hungary-n, ahol kidobtak a középdöntőből, akkor éppen fél centis hajam volt, mert levágattam. Nem kopaszra, de majdnem. Úgyhogy ezt nem annyira értékelték. Ezen kívül én szépségversenyen soha nem próbálkoztam. Én modellversenyen voltam az év arcán 94-ben. És ott első lettél? Nem lettem első, döntő. Mindenki első lettél? Nem. Látod, nekünk úgy maradnak. Nem, de ez arra elég volt, hogy kaptam egy lendületet, és nem arra, hogy modellkedjek valójában. Én mielőtt elkezdtem modellkedni Olaszországban, nekem volt egy KFT-m, egy modellügynökségem Budapesten, és azzal foglalkoztam. Tehát ez egy ilyen furcsa csavar az életemben, de én elméletileg reklámmarketinget és művészeti marketinget tanultam. Úgyhogy nekem könnyebb volt nyitni egy ügynökséget és másokat dolgoztatni, mint valójában otthon, hogy dolgozni. Lehet, hogy arra lett volna igény, hogy te lépj a színpadra. Figyelj, valójában nehogy azt hitt, hogy ez annyira számít. Valójában a bemutatón az számít, hogy jól áll rajtad a ruha, de nem az, hogy milyen a fejed. Na és hogy kerültél ki Olaszországba? Jártak hozzám külföldről válogatni lányokat, különböző ügynökségek Párizsból, Milánóból, még Amerikából is, és küldtünk lányokat Koreába, Ausztráliába, a 90-es évek elejéről beszélünk, amikor még azért nem volt annyira megszokott, hogy valaki utazik, és az egyik olasz ügynökség, amikor nálunk járt, akkor nem voltam jó paszban, és akkor azt mondták, hogy miért nem jössz hozzánk ki egy kicsit, és akkor lehet, hogy kikapcsolódnál, és közben járnál válogatásokra, és dolgoznál.
És akkor kijöttem, és akkor itt szépen lassan itt maradtam. De én nem azért jöttem ki, hogy itt legyen, hogy itt maradjak. Én azt vettem észre évekkel később, hogy valójában itt maradtam. És megtetszett az az élet? Ebben soha nem gondoltam bele valójában. Tudod, az rohan. Mennyiben különbözik az olasz mindennapok, ami a hétköznapi ember élete a magyar hétköznapi ember életétől? Egy-két mondatban, ha ezt össze tudnád foglalni, tudom, hogy nagyon nehéz kérdés. Figyelj, valójában ilyen nagy különbség nincsen. Az olaszoknál létezik ez a szociális mosoly, ami akkor szól, hogy az olasz ember, amikor reggel felébred, akkor kinyitja a szemét, és minden ok nélkül mosolyog. Na már most ez Magyarországon nem létezik. Tehát amikor én megérkeztem Olaszországba, és mentem így a városba körbe, és találkoztam emberekkel, és hogy mindenki mosolygott rám, és megkérdezte, hogy hogy vagyok, abban az időben még senki nem kérdezte meg Magyarországon, hogy hogy vagy, mert úgy voltak vele, hogy ez a saját privát szférál. És akkor egyszerűen én tök jó voltam borulva, hogy nekem miért vigyorog mindenki, és miért akarja mindenki megtudni, hogy hogy vagyok, miközben. Tehát az olaszoknak ez a mód, ahogy viselkednek, ez szerintem ami nagyon megtévesztő, mert tényleg mindig mosolyognak, mindig nagyon kedvesek, de ha kész tőlük valamit, akkor nehogy azt hitt, hogy annyira boldogok maradnak. Ez már... A probléma az mindenhol probléma. Persze, ez már összetettebb kérdés, ne is menjünk bele. És akkor mivel foglalkozol most ott kint Olaszországban? Hát figyelj, én itt vagyok Olaszországban 94 óta, úgyhogy az idő az elrepült. Akkor én 30 éves koromig modellkedtem, 30 éves koromban elkezdtem reklám kampányokat összerakni, különböző ügynökségeknek dolgoztam, production és hasonló styling ilyen dolgokban, és aztán szépen lassan elkezdtem a saját textil, és egyéb művészeti munkáimat készíteni. Projekteket terveztem, építettem erre a dologra. Amit mindig szerettem volna csinálni, de valójában komolyan soha nem volt rá időm. Úgyhogy találtam arra időt, hogy elkezdjem ezeket a saját dolgaimat kidolgozni. Éppen a hátad mögött is azokat látjuk, ugye? A munkáid. Ezek a régiek valójában, igen. Jó, szóval jól érzed magad, minden oké, minden rendben. Hát figyelj, én szerintem az a lényeg az életnek, hogy mindenkinek valamilyen szinten jól kell magát érezni a bőrében ott, ahol van. Örülök, hogy ezt kimondtad. Híres ember is vagy, hiszen láttam a Facebookodon, hogy például a svájci televízióba is meghívtak, ott is vendégszerepeltél. És végre nem a koronáról kellett beszélni. Végre nem a koronáról beszéltem, hanem a saját munkámról kellett beszélni, amiatt hívtak meg, úgyhogy ez volt az életem első igazi talk show-ja, ami 45 percig tartott, és azt kell, hogy mondjam, hogy így az elején nagyon dobogott a szívem. Tehát így ültem, és így hallottam, hogy ver a szívem, úgyhogy alig koncentrálni, de valamilyen szinten, igen. És ott végig veled foglalkoztak? Valójában három meghívott volt. A téma az a diszmorfia volt, ami talán egyszerűbb elmagyarázom neked. Arról szól, hogy most a 21. században a mobiltelefonnak köszönhetően, plusz a szociális médiának, médiával kapcsolatban mi történik. Előtte mindenki csak szemből nézte magát a tükörben, és úgy elégedett meg magával. Most a telefonodat ide teszed, és ebből kifolyólag egy csomó ember más oldalról is megismeri önmagát, és ilyenkor alakulnak ki ezek a fóbiák, hogy túl hosszú az orrom, túl rövid az orrom, tehát az, amikor valaki sohasem elégedett magával, és mindig megpróbál valamit javítani plastiksebészet, vagy valami hasonló beavatkozás által, ezt hívják diszmorfiának, és ezzel kapcsolatban volt szó a talkshowban a munkámról, mert én több évvel ezelőtt csináltam egy munkát, ami viszont a ráncokról szólt, és az öregedésről. Úgyhogy én voltam ott, mint művész, egy nagyon híres plastiksebész ott Lugánóban, aki arról híres, hogy már a 20 éveseket bombázza. Úristen! Egy injekcióval. Hát figyelj, neki megéri, mert akit 20 évesen elkezd injekciózni, meg akármi, az visszajön majd 25, 30, 40, 45, 50, 60, tehát megvan a kliens... kliens elkövetkező 50 évre. Neki lehet, hogy megéri, de akit 20 éves korában elkezd plastikázni, az 40 éves korában pép lesz.
Nem? Hát általában, hogyha igen, általában mondjuk soha nem tudjuk azt, hogy akit teljesen szétütöttek, mondjuk úgy, hogy valójában milyen lett volna akkor, hogyha nem lenne szétütve, mert sosem láttuk, de abban a korban. De én azt gondolom, hogy igen, ez egy probléma, és szerintem nagyon sokan később esetleg meg is bánják, de nem fogják bevallani. Jó, hát azt hiszem, hogy alaposan kiveséztük ezt a dolgot. Én nagyon szeretném, és hát azt is elárulom, hogy én azt terveztem régebben, hogy akkor fogok veled interjút készíteni, amikor majd egyszer hazajössz. És szeretnék is egy ígéretet kicsikarni tőled, hogy majd, hogyha egyszer Soltra látogatsz, akkor eljössz hozzánk a televízió stúdióba, és adsz nekünk egy exkluzív interjút. Szívesen. Egy picit még térjünk vissza a Covid részére. Eszembe jutott, hogy láttad azokat a szörnyűségeket, amiket ugye Olaszországból lehetett hallani, hogy ott halottak szabadon, meg ezeket az igazán tragikus dolgokat, vagy te is ezeket csak képen tapasztaltad? Hát figyelj, valójában látni nem láthattam sokat, mert mindenki be volt csukva otthon, tehát nagyon nem tudtunk kimozdulni otthonról. Én akkor jártam ki, amikor mondjuk elmentem az élelmiszerboltba, és miután én a Duolba fotóztam azt, hogy mi van kint, ezért a legmesszebb élelmiszerboltba mentem minden alkalommal, hogy tudjak eleget fotózni. Én emlékszem arra, hogy volt ilyen, hogy álltam egy kereszteződésben, és egyszerre minden irányból hallottam, hogy szirénázik egy mentő. És teljesen normális volt egész nap hallani a mentő szirénát. Tehát a mentők folyamatosan jártak a lakásom körül is, tehát az utcákon is. Az utcák teljesen kihaltak voltak, és valójában az, hogy mi történt, Bergamóról beszélünk, ott történtek a legtragikusabb felvételek, vagy ott készítették a legtragikusabb felvételeket, természetesen mi is a tévéből láttuk. De amíg mondjuk másoknak kívülálló, tehát külföldről ez egy kívülálló lefordítva, mint riport láthatja, mi azért, akik olaszul nézzük a televíziót, és azok az emberek megszólalnak, akik ott vannak az interjúban, azért az teljesen más hatást kelt. Természetes. Megye ott a vakcinázás? Te kaptál-e már oltást például? Nem kaptam, itt sajnos lassabban megy, mint otthon. Ez egyértelmű, hogy azok az országok fognak hamarabb elindulni, ahol az oltás előrébb halad, úgy, mint hogy Izrael már megnyitott. Valójában mindenhol ez ettől függ. Európa elég lassan indította el ezt az oltás kampányt, úgyhogy valójában le vagyunk maradva. Akkor tudod, hogy mit tudom én, a Pfizer először nem érkezett meg, akkor kevesebb érkezett, most az AstraZeneca, azt megállították 3 napra, akkor újraindult, akkor most megint abból is kevesebb érkezik. Tehát így elég komplikált. Gondolkodom rajta, hogy otthon fogok regisztrálni. Lehet, hogy otthon hamarabb sikerül. Lehetséges, feltétlenül regisztrálj. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor az ígéretedet majd be fogom hajtani. Rendben, köszönöm szépen. A bűnözők egyre trükkösebb módszerekkel próbálják meg lóvá tenni áldozataikat. Már a koronavírus járványt is igyekeznek kihasználni. A most következő percekben megtudhatjuk, hogy mit tehetünk ellenük. Tisztelettel köszöntelek a Solti TV nézők nevében is, itt a Hit TV stúdiójában. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és örülök, hogy ismételten itt lehetek. Reméljük, még nagyon sokszor itt leszel. Ma mire szeretnéd felhívni a kedves tévénézők figyelmét? Milyen veszélyre, milyen veszélyekre? Több dolog is eszembe jutott már idefele, ahogy jöttem. És az első gondolatom az volt, hogy a telefonos csalókról fogok néhány szót mondani. Most ebben a vírusos helyzetben, ebben a bezártságban azért felbukkannak olyan szélhámosok, akik főleg az időseket PC-zik ki maguknak.
Aztán a másik gondolatom pedig az volt, hogy a húsvét előtt szintén az üzletbezárások miatt esetleg fontos lehet az interneten történő vásárlásokról és azoknak a veszélyeiről néhány szót ejteni. Úgyhogy ezt a két témát szeretném, ha egy picit kibontanánk így a nézők számára. Ezek, ha én jól érzem, elég szervesen össze is kapcsolódhatnak, nem? Így van, igen. Igen. Akkor beszéljünk először erről az internetesről, hogyha egyet értesz vele. A vásárlásokról? Igen, igen, igen. Ugye mindenki tudja, hogy itt most az üzletek nagy részét, ami nem élelmiszer forgalmazással foglalkozik általában, azokat zárva kell, hogy tartsuk, vagy zárva kell, hogy tartsák a tulajdonosaik. De azért mégiscsak szeretnénk esetleg húsvétre apróbb ajándéktárgyakat vásárolni, és nagyon sokan választják az interneten történő vásárlást. Ez régebben is nagy divat volt, de azt gondolom, hogy most itt a bezártsággal ez felerősödött. Ennek is vannak szabályai, nem biztos, hogy mindenki ezzel tisztában van. Előfordulnak olyan vásárlások, amikor elutalja a vásárló a vételárat, előre utalja egy meghatározott számlaszámra, és aztán várja a terméket, és ez nem érkezik meg. Általában ez akkor szokott előfordulni, hogyha nagyon olcsón hirdetnek valamit eladásra, és az eladó kifejezetten ragaszkodik ahhoz, hogy a vételárat előre elutaljuk. Lehet picit tájékozódni, mielőtt vásárolni szeretnénk, és elsősorban azokat az internetes webshopokat előtérbe helyezni, akinek ugye van referenciája. Vagy ahol már vásároltunk. Vagy ahol már előtte, vásároltunk, ugye? Nyilván. Hogyha magánszemély hirdet valamit, akkor győződjünk meg arról, hogy ennek a személynek van-e esetleg valami háttérinformációja az interneten. Mert gyakran előfordul, hogyha ilyen szélhámosokba botlunk, akkor azok a személyek, akik ugye károsultja egy ilyenfajta csalásnak, azok azért megosztják ezt az interneten, és ilyen fogyasztói csoportokat hoznak létre, és tájékoztatják a leendő vásárlókat, hogy ettől ne vegyetek semmit, mert ez nem fogja megküldeni. Tehát, hogyha ilyen hirdetésbe botlunk, és találunk valami olyan dolgot, amit mi szeretnénk megvenni, akkor ne azonnal döntsünk. Tehát ez a legfontosabb, hogy ne azonnal. Vannak olyan oldalak, akik még stresszelik is a vásárlót, hogy visszaszámol, hogy most még ennyi időd van, ilyen még akció, fél óráig, és akkor, és most azonnal döntsd el és vásárolj. Azért ettől óvaintem a kedves tévénézőket. Gondoljuk meg, és ne döntsünk azonnal. Nézzünk utána, hogy ennek van-e valami értékelése ennek az eladónak, és hogyha van, neki negatív értékelése, akkor nyilvánvalóan ne vásároljunk tőle. Akkor keressünk valami mást. Hogyha már mégis áldozatául estünk ilyenfajta csalásnak, akkor viszont azonnal tegyünk feljelentést. Ezek ugye országosan... De akkor már rossz helyzetben vagyunk, hogyha... Nyilván ugye? Akkor már a pénzünk ezt bánni fogja, ez egészen biztos. És ezek a csalók ugye országszerte garázdálkodnak, több sértett is van általában, amelyek az ország bármely pontján előfordulhatnak. Mindenféleképpen tegyen feljelentést, aki így járt, és hogyha van már az országban ilyen jellegű nyomozás valamelyik kapitányságon folyamatban, akkor az ő ügyét oda fogjuk megküldeni, és egy kézben van tulajdonképpen ez a nyomozás. Nagyon hasonló ehhez az a csalás, vagy az a csalás típus, amit ugye már a koronavírus járvány okán jogán találtak ki a csirkefogók, hogy így fogalmazzak róluk. Erről mit kell tudni? Elsősorban azt kell tudni, hogy ezek a fajta szélhámosok, ezek a fajta csalók, ezek minden helyzetet kihasználnak, most ezt a rendkívüli helyzetet is, amiben vagyunk, kihasználják abból a szempontból, hogy megpróbálnak beférkőzni az embereknek a bizalmába. Ezek a fajta csalók, akik telefonon keresik föl az ügyfeleiket, telefonon hívják föl őket, ezek elsősorban olyan fajta kérdéseket tesznek föl az egyszerű sértetteinknek, amivel az anyagi helyzetükre próbálnak rátapogatni, illetve valami olyan történetet találnak ki,
amivel a bankkártyájuk adatait ki tudják csalni. Ugye bármit képesek ezek kitalálni, bármilyen történetet, olyat, hogy a bank biztonsági szolgálattól hívják őket, és egyeztetni kell a bankkártya adatokat, számlaadatokat, ilyesmiket, és ez általában arra megy ki, hogy a gyanútlan ügyfél, aki ezt a telefonhívást kapja, ez ne is gyanakodjon, hogy ő átverés áldozata. Szépen megadja az ő bankkártya adatait. Olyan esetet is láttunk már, és sajnos előfordulhat ilyen is, főleg akik nem gyakorlott bankkártya használók, főleg az idősebb generáció, azok nem nagyon tudják, hogy ez a háromjegyű biztonsági kód, ami a bankkártya hátulján van, az mire szolgál, és azt aztán végképp ne adjuk meg senkinek, mert hogyha ehhez is hozzájutnak a csalók, akkor bizony a számlájukról nagyon könnyen pénzt tudnak levenni, és ennek a nyomon követése bizony elég bonyolult, és ha már egyszer levették róla a pénzt, akkor azt visszaszerezni még bonyolultabb dolog. Tehát nagyon fontos, hogy gyanakodjunk, bármiféle telefonhívást kapunk, próbáljuk meg visszaellenőrizni. Bocsáss meg, hogy itt belekérdezek, de pontosan ez az a pont, amire szerettem volna rákérdezni. Igen. Te is mondtad, említetted az imént, hogy szorítják a kedves becsapottat ilyenkor, tehát valamivel, valami információval, vagy idővel. Tehát hogyan tudom én azt utána ellenőrizni, ha ő azt mondja, hogy erre most nekem rögtön kell reagálni, mert a bankszámla számommal, vagy a számlámmal valami probléma van, és ezt most azonnal el kell döntenem. Akkor hogyan tudok erre, hogyan tudom én őt leellenőrizni abban a pillanatban, amikor telefonon vonalba vagyunk, akkor mondjam neki azt, hogy tegyük le a telefont, és én utána nézek, vagy hogy kell ezt csinálni? Elsősorban kérdezzünk vissza mindenféleképpen, kérjünk valamiféle nevet, kérjünk valamiféle olyan elérhetőséget, ahol ezt ellenőrizni tudjuk, kérdezzünk vissza, hogy milyen hivataltól beszél, ki maga tulajdonképpen, mit szeretne tőlem. Én tudom, hogy ezek a szélhámosok nem nagyon adnak erre időt, tehát ők mondják a maga betanult szövegüket, és ezzel azért megzavarják a gyanútlan sértettet, de egy picit legyünk erőszakosak ilyen helyzetben, és állítsuk meg a beszélgetést, hogy kérdezzünk vissza, mondja már meg, hogy akkor mit is akar pontosan, és aztán tegyük le a telefont, és mondjuk neki, hogy majd hívjon vissza 5 perc múlva, vagy 10 perc múlva, így van, vagy adjon meg egy telefonos elérhetőséget, és majd én leellenőrzöm, hogy maga tényleg az-e, akinek mondja magát, vagy attól a szervezettől telefonál-e, amit mondott. És hogyha ez valóban így van, akkor ő készségesen meg fogja adni a nevét, el fogja mondani érthetően, hogy honnan telefonál, és milyen ügyben hív bennünket. Hogyha szélhámossal állunk szembe, akkor nyilvánvalóan ezt nem fogja megtenni, és abba a szent szúrásba le fogja tenni a telefont. Hiszen nem is ad rá esélyt, hogy mi ezt visszaellenőrizzük, meg akkor tudja, hogy itt valami olyan ellenállásba ütközött, ami meg fogja akadályozni, hogy ezt a tervét ő véghez vigye. Olvastam olyan csalókról is, akik koronavírus járvánnyal kapcsolatban maszkot, meg védőfelszerelést, meg gyógyszert, meg ilyeneket próbálnak rásózni az emberekre. Ez is ebbe a körbe tartozik? Igen, előfordulhat ilyen is, meg olyan is előfordulhat, hogy esetleg ilyen házalók jönnek, és becsengetnek, és árulnak valamifélét, vagy bármilyen összeírást is ők kitalálhatnak. Most itt a védőoltással kapcsolatban gondolom én, hogy azért a szélhámosok minden helyzetbe föltalálják magukat. Ezeknél pedig az a legfontosabb, hogyha megkeresnek bennünket személyesen ilyen felajánlásokkal, vagy ajánlatokkal, akkor semmiképpen őket ne engedjük be a lakásba. Legyen az utcai ajtó mindig bezárva, és az ajtón keresztül beszéljük meg, hogy ők mit szeretnének. Ne engedjük őket be, mert hogyha betették a lábokat a küszöbön belül, akkor már nehéz tőlük megszabadulni. Ott már jön ez a módszer, hogy az egyik beszélget, a másik meg kipakolja. Így van. Vagy akkor már feltérképezi, hogy mi mennyire vagyunk jól ellátva, hogy úgy mondjam, tehát milyen körülmények között élünk, és már ez is azért beindíthatja a szélhámosoknak a fantáziáját. Tehát akkor most térjünk vissza a telefonos megkeresésre, tehát ott erősnek kell lenni, kicsit erőszakosnak kell lenni, és akkor meg kell szakítani tulajdonképpen a szélhámosnak a beijesztő szövegét. Így van, meg ezt a behizelgő modorát, amivel megkeresik a gyanútlan ügyfeleket. Ha mégis
valamit rendelünk, akkor itt is már ugye botta üthetjük a nyomát a csalóknak, ugye? Nagyon nehéz lehet ezt földeríteni. Ha bankszámla számot adnak meg, ami egy magyarországi bankhoz kapcsolható, akkor nyilván könnyű dolgunk van, mert azt a bankszámlát valaki megnyitotta, személyes adataival megnyitotta. Olyan is előfordul, hogy ezek hajléktalan nevére nyitott bankszámlák, valamennyi forintért adja hozzá a nevét, és utána már lekövethetetlen. De azok a veszélyesebbek, amik külföldi bankszámlára utalással történnek, mert azokat sokkal nehezebb felderíteni. Hogyha magyar bankszámlaszám van, és van is mögötte személy, akit mondjuk felelősségre tudunk vonni, akkor nyilván ő gyorsan le fog bukni, elég néhány hét neki ebben a helyzetben, és ő azért már elég sok pénzt be tud gyűjteni magának. Aztán a végén azt mondja, hogy én ezt a megélhetésemre fordítottam. Ezek gyakorlatilag ebből élnek. Hogy bármit ebből vissza tudunk-e szerezni, bár nagyon fontos dolog a vagyon visszaszerzés, meg a kár megtérülés, de nehezen lehet ezektől a személyektől bármiféle javat visszavonni, és kártalanítani a gyanútlan áldozatokat. Városunk önkormányzati képviselői közül ezúttal Árizs Lajos volt a vendégünk. Tisztelettel köszöntelek a Hit TV stúdiójában, nézőink nevében is. Köszönöm szépen a meghívást, én is nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Lajos, veled kapcsolatban mindig egy történet jut eszembe, vagy legalábbis nagyon gyakran. Nem emlékszem már, hogy melyik választáson történt, de 4 választókör szavazatai már itt voltak a stúdióban, én ismertettem a nézőkkel, és hát megmondom őszintén, hogy nagyon csodálkoztam, mert vagy a 11. vagy a 13. helyen álltál, és hát én úgy láttam, hogy te egy népszerű képviselő vagy, nem láttam az okát, hogy mi történhetett, és akkor egyszer bejöttek 5 perc alatt a kissolti körzetek, a 2 nagy kissolti körzet, és abban a pillanatban te talán, ha jól emlékszem, a 6. helyre röppentél. Ez azt jelenti, hogy a kissoltiak téged a képviselőjüknek gondolnak, éreznek? Hát én úgy gondolom, hogy minden bizonnyal ezt mutatják ezek a választási eredmények is. Ez egyébként 2006-ban volt az első induláskor. Mink is néztük akkor a tévében ezt a közvetítést, és hát már megmondom őszintén, hogy az eredmények alapján le is tettünk róla, mert hát már úgy álltunk, hogy mondom, akkor még igaz, 13 fős volt a testület, tehát nem a 13. helyen voltam, hanem valahol arra a 16 fele. Valahol hát. És úgy le is tettünk róla, mert általában, hogyha olyan célegyenesben van az ember, hogy az utolsó vagy az utolsó előtte helyen van, akkor még lehet bizakodni, de itt most le tettünk róla, mondom, ez nem sikerült, és akkor jöttek a kisolti eredmények, és hát meglepően tényleg így, ahogy mondtad, előre sikerült jutni. Hát én ezt gondolom azért is, mert Kisfolton azért általában mindenki is, mert ott mozgok az emberek. Ott is laksz, ugye? Ott is lakok, meg ott is szeretnék továbbra is lakni. Úgyhogy meg abba a választási kampányba ugye nagyon erős dolog volt az 52-es útnak a forgalma, és hát most már mindenki úgy megy el mellette, mintha az a rendőrlámpa valaha minden időkben ott lett volna, pedig akkor még nem volt. Én nekem akkor, hogy mondjam, nagyon sok munkám volt abban, hogy ezt a rendőrlámpát, meg ezeket a gyalogátkelő helyeket az 52-es úton ki sikerült alakítani. Akkor volt, ha emlékszel rá, egy ilyen 52-es út felújítás is, akkor a Gál József volt a polgármester. Igen. És nagyon okosan, ugye nem lehetett akkor így, mint most, hogy ő azonnal nekiugrunk valaminek, hanem hát az 52-es útnál is lépcsőzetesen lehetett. Hát az út felújításnál ki lettek alakítva az autóbuszoknak az öblök, meg a gyalogátkelő helyek is. De még az eblát nem lehetett fölfesteni, mert ugye ahhoz a megfelelő, megkülönböztetett világítás kell minden, és amikor ezek elkészültek, akkor lettek ezek folyamatosan beüzemelve. Na ennyit így, mert erről tudnánk beszélni sokat. Így van, mindenről nagyon sokat tudnánk beszélni. Egyébként még egy kérdés eszembe jutott erről, te emlékszel-e arra, hogy még a tanácsrendszerben a tanácstagoknak körzeteik voltak? Mit gondolsz, hogy esetleg jobb volt-e az, amikor egy tanácstagnak egy körzetől kellett gondoskodni, vagy arra kellett figyelni, vagy pedig jobb ez, hogy tulajdonképpen mind a 8-an a
vagy mind a 9-en az egész város képviselői vagytok, és foglalkozol te is Petőfi telepi ügyekkel is, nem csak Kisolti ügyekkel, vagy fordítva. Én mindig arra törekedtem, hogy minden település részen a lakosoknak a problémáival tudjak foglalkozni. Meg szerintem ez sokkal jobb így, mert most mit tudom, volt annak idején egy tanácstag, és hát az ha ki tudott harcolni annak a körzetnek valamit, akkor az sikerült, hogyha nem, akkor nem, meg ha ki esetleg nem volt jobb a tanácstaggal, vagy mert ilyen is van itt sajnos Solton, akkor gyakorlatilag most minden képviselőnek szólhat meg. Szóval egy kicsit jobban átlátjuk az egész települést, mert abban az időben ugye a tanácstagnak volt az a körzet, azt a körzetet járta, ott tartotta a kapcsolatot a választópolgárokkal. Itt meg most, hát ugye az egész település az hozzánk tartozik, tehát most én is ott vagyok a Petőfi telepen, vagy éppen Járáspusztán, vagy Nagymajorban, bárhol. Te egyébként visszaemlékszel-e arra, hogy az életedben mikor jött el az a pont, az a pillanat, amikor közügyekkel kezdtél el foglalkozni, vagy ez egyáltalán csak úgy valahogy beépült az életedbe? Hát ez nagyon jó kérdés, de lehet, hogy akkor vissza kell mennünk egészen 2004 decemberéig. Akkor volt az a nevezetes népszavazás, amit határon túli testvéreink a mai napig megemlégetnek. Én akkor a Magyarok Világszövetségének voltam a delegáltja pont a kisolti szavazókörbe. És hát ugye győztek az igenek, de mégis nagyon szomorú szívvel mentünk haza, hát ez fájt. Akkor éreztem azt, hogy valamit tenni kell, mert hát nem lehet az, hogy az országban, ugye itt vagyunk mi Magyarországon, és egy rajtuk kívülálló ok miatt ott húzták meg éppen a határt. Ezt úgy kell elképzelni, mintha most Kisoltot lerekesztenék, vagy éppen Petőfi telepet, ott húznának egy vonalat, és akkor te ide tartozó hónaptól Dunaföldvártól, ti megmaradtok ott, ahol vagytok. Fontos. Tehát én úgy gondoltam, hogy valamit tenni kell, mert hát azóta azért hál' Istennek a politika elég nagyot fordult, most már az állampolgárság mindenkinek megvan, most már különböző jogokat kapnak a határon túli magyarok, és érdekük, hogy legyen állampolgárságuk. És te akkor a löketet kaptál ezek szerint, hogy benne vagy egy csomó szervezetben, ugye ha jól tudom a KDNP-be az előbb is említettél egy szervezetet. Azt is tudja rólad mindenki, hogy a Solti Református Presbitériumnak is aktív tagja vagy. Hogy jut neked erre időd? Hát igazából nagyon nehezen. Hát annak idején, amikor ez úgy kezdett kiforni, akkor itt is megjelentünk, ott is megjelentünk. Hát most visszatérek megint erre a népszavazásra. Annak idején ugye ez alakult ezzel a vesztéssel, és következő évben már trianoni megemlékezést szerveztünk éppen a Református Egyház templom kertjében, mert ott volt az első világháborús emlékmű. Most ha arra jár valaki, akkor látja, hogy van egy trianoni emlékmű is, egy országzászlóhoz hasonlító zászló, még nem országzászló, de hát remélem, hogy egyszer tudunk egy olyat is csinálni. Ezzel nem vagy elégedett, mert mi a probléma? Hát egy rendes talapzattal, mindennel úgy, ahogy ez már a nagyobb településeken van, mink is szeretnénk egy olyan zászlót oda felállítani, ezt Kerti István barátommal már beszéltük is, úgyhogy nem akarok itt most ebbe a témába elkanyarodni, és hát akkor már tartottunk egy ilyen visszatérek ide. Trianoni megemlékezést, és utána indult, ha emlékszel rá, a Helyi Tükör újság. Ott ugye azok az emberek, akikkel összeismerkedtünk itt a választásnál, mert tudtuk, hogy kik azok az emberek, akikre számíthatunk. Hát most innen igazából a barátság a Német István mostani polgármesterrel is, az ő boltjában is ki volt téve a mi plakátjaink, meg ő is oszlopos tagja volt ennek a csapatnak, mert az első trianoni megemlékezést, amikor csináltuk, akkor együtt csináltunk már mindent. Az újságban is a sportrobotot, ha emlékszel rá, ő vitte. És akkor így szépen haladtunk előre, utána volt egy 2005-ös gazdatüntetés, amin az első naptól az utolsóig Budapesten részt vettem, Soltról egyébként még a Tócsanyi bácsi járáspusztai gazda volt ott az első naptól az utolsóig. Meg hát itt a solti gazdák annak idején a Kishídnál, ha emlékszel rá, akkor oda álltak ki a gépekkel, és hát igazából az is egy eredményes megmozdulás volt,
és én úgy gondolom, hogy ez sokat jelentett akkor, hogy mindig menjünk tovább az ügy érdekében. Érdekes, ezek, ahogy mondod ezeket és sorolod ezeket az eseményeket. Manapság nincsenek ilyen demonstrációk, nem azért, hogy hiányoznak olyan nagyon, csak most úgy felötlött bennem, ez miért lehet? Hát valószínű, hogy a gazdák időben megkapják a támogatásokat például, meg egy kicsit más a hozzáállás a dolgokhoz, mint akkor volt. Egyébként, hogy mondjam, most elég jól el lehet intézni mindent, akkor elég nehezen ment az ország szekere, és hát az adósság hullám, amiben kerültek az emberek, a lakás, meg a kocsivásárlásokkal, mindennel, az hát abban a helyzetben elég nehéz körülményeket teremtett. Természetes volt ennek oka alapja. A presbitériumról nem beszéltél. De arról is akartam, úgyhogy most arra akartam átérni. Hát nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor oda engem beválasztottak, és hát nagyon örültem neki. Ott ugye, hát az én gyerekeim is akkor voltak ilyen kisebbek, úgy mondom, kicsik, és hát részt vettünk a hittantáborokban, de csináltunk itt a többiekkel is horgásztábort a Kopolyán, ha emlékszel rá, és hát rengeteg feladat volt ott is. A Váradi Péter nagytisztelt úrral elindult ugye a templom felújítása, ami azért egy elég nagy falat volt. Hál' Istennek azon is túl vagyunk, épült egy új parókia, a gyülekezeti ház föl lett újítva, a régi parókiából lett kialakítva, meg hát a templom is azért elég szép állapotban rendbe lett éve. Ahhoz viszonyítva, hogy itt a háború óta senki nem nyújt például a toronyhoz, és az már például életveszélyes volt. Azt is mondhatjuk, hogy ilyeténképpen a református egyház rendben van. Biztos, hogy kell majd még valamikor felújítani, de meg biztos, hogy most is lenne azért valami javítani való, de én legalábbis nem látok lyukat ebben a dologban pillanatnyilag. Hát igen, ha megyünk végig a településeken, most épp a héten jártam Szalkszentmárton, mellett mentem el, és abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy a daru akkor emelte le épp a sisakot a templom toronyról, és úgy örültem, hogy na akkor erre is már eljutott az a pénz, ami a templomokra szánt a kormány. Úgyhogy egyébként nagyon jó, hogy ezek az épületek ennyi év után így meg tudtak újulni, mert ahogy megyünk végig az országba, hát végig lehet látni egy nagyon szép környezet, meg felújított templomok, egyházi épületek vannak. Biztos tudod előre, hogy mit akarok tőled kérdezni, mert feladod előre a kérdésemet. Az lett volna a következő, hogy te nagyon sok településen jársz az országban a munkádnál fogva. Nyilván eszedbe jut az összehasonlítás a többi településhez képest, vagy a hasonló nagyságrendű településekhez képest. Milyennek látod egyébként Soltot? Hát Solton most egy, úgymond egy hatalmas lökés indul előre, mert ugye a pályázatokat, amiket az önkormányzat megnyert, azok most azért látványosak lesznek itt a városközpontban is, meg ugyanez a helyzet Kis-Solton is. Megint fölteszek majd egy olyan dolgot, amit nem tudsz utána megkérdezni. Hát Kis-Solton ugye elég nagy beruházások lesznek. Most fel lett újítva az iskola, elkészült a tálalókonyhának a felújítása, és hát ugye ami nagyon nagy falat lesz ott, az új bölcsöde megépítése, és hát igazából a játszótér is fog épülni most már a kisolti település részen, és a Petőfi telepi ugye elkészült, és Nagysolti meg itt a központban a Zöldváros keretében fog elkészülni, meg lesz egy ilyen kisebb játszótér még a református templom kertjében, ott a templom mellett is. És úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek most már maximálisan meg fog ezt felelni, mert ha ez egyik játékukat megunják, akkor átmennek a másik játszótérre, meg ez egy, bízunk benne, hogy ez a Covid nem soká eltakarodik innen, és akkor ez egy jó lehetőség lesz a gyerekeknek játszani, meg a szülőknek is egy kicsit kikapcsolódni, elbeszélgetni ott a gyerekek mellett. Na most még folytatom, mert van még mit mondani. Kis-Solton ugye a mentőállomás az, ami nekem egy
kicsit fáj, mert annak idején a Végi Bálint képviselőtársammal beszéltük, hogy hát nem egészen oda kellene tenni, mert ugye ott egy gyermekintézmény mellett, iskola óvoda mellett van ez a mentőállomás, és akkor lett volna egy lehetőség az 52-es mellett, az jó is lett volna, mert akkor egyből kint van a mentő az 52-esen, és mehet arra. Ez volna? Hát ott épp mellettem a Kossuth Féleház, akkor még a Kossuth TSZ birtokában volt, most megvette egy magánszemély, és hát ott azt jutányos áron odaadták volna az önkormányzatnak mentőállomás létesítésére. Mert itt ugye az a helyzet áll fönt ott Kissolton, és amit nagyon féltem az időseket és a gyerekeket is, hogy az óvodából meg az iskolából kiszabaduló gyerekek, ugye hát felszabadulnak, mi se voltunk különbek, és hát az úton azért, hogyha megjelenik egy mentőautó, akinek sietni kell ahhoz a beteghez, akkor az azért nem egy nagyon jó dolog. Most egyébként a járda ott föl lett úgy ütve azon a részen, ahol mindig megállt a víz, igazából Jánosi Lajos terciája előtt, gondolom. És hát gyakorlatilag az idősek is ott tolják a biciklin hazafele a cuccost az ABC-ből, a bevásárlásból, és az nem egy olyan jó. Ugyanez a helyzet itt a tűzoltó laktanyával a város közepén. Ugye az lett volna jó, amit a német Józsi bácsi idején terveztek, hogy oda az Erzsébet ligetbe kerülnek ezek a dolgok ki egybe, az lett volna egy nagyon-nagyon jó dolog, mert itt is a tűzoltóautó elindul, hát ugye látjuk, hogy itt is az úton idősek mozognak, és lassú járművek, ilyen-olyan bicikli, minden, azokat itt kerülgetni egy szirénázó autónak, szóval nem egy szerencsés dolog, és már látjuk azt, hogy erre rájöttek a nagyok is, mert Kiskörösön már a város szélén építették meg a tűzoltó. Közvetlenül a főút mellett. Így van, közvetlenül a főút mellett, város szélén építették fel a tűzoltó laktanyát, és akkor onnan tényleg ott van a főúton, és bármelyik irányba azonnal tud menni az az autó. Egyébként én úgy látom, hogy sem a mentőállomás, sem a tűzoltó laktanya azért, hogy mondjam, nincs bebetonozva Solton, tehát ez elképzelhető, hogy ezen a területen még, ha mondjuk lesz erre pályázati pénz, akkor lehet változtatni, nem? Hát mindenképpen én erre is gondolok egyébként, hogy a közeljövőben erre mindenképpen rá kell állnunk, mert jó lenne egy olyan bővített mentőállomás, ahol ugye legalább két mentő állna, meg az mellé kellene egy orvosi ügyelet is, olyan, ami hát gyakorlatilag régen volt, hogy ha az orvos éppen kint van betegnél, akkor is van ott egy asszisztencia, aki oda megy, elvágta az ujját, vagy baleset érte, az már tudja, hogy be kell kötözni, el tudjuk látni ezt a dolgot, vagy azonnal hív egy mentőt, és akkor azt a beteget kórházba elviteti, vagy olyan helyre, ahol meg tudják oldani a problémáját. Abszolút egybecseng ez az elképzelés, a Végi Bálinta nyilván nem véletlen, mert szoktak hát, beszélgetni. Igen, mink ezt a Végi Bálinta nagyon is képviseljük ezt az ügyet, mert gyakorlatilag az iskola rész, ami föl lett úgy itt van, azt hiszem 30 millió forintba került a Gál József polgármester idején, az a nyugdíjasoknak lett ott annak idején kialakítva, és a másik része meg egy ilyen nagy terem volt, amit tudtak használni az óvodások, iskolások ilyen farsangra, ilyen osztálybulikra, meg ilyen különböző rendezvényekre, és ez így is volt jó. Most ez az épület csak pár százalékos kihasználtsággal van, mert ugye a mentősöknek nem kell ekkora épület. A kisolti nyugdíjasaink ott szorognak abba a pici helységbe. Én nagyon jó kapcsolatban vagyok vele, velük nagyon szeretem őket, de amikor meghívtak, ugye hát alig tudunk beülni abba a kis helységbe, mert hát ugye ők is hál' Istennek elég nagy létszámmal vannak, meg ha még érkezik egy-két vendég, akkor az a hely az kicsi, az a teljesen jó volt az a lenti rész, és én bízok benne, hogy oda vissza is tudnak kerülni. Hát van-e még terved, mert amit elsoroltál, az pontosan elég lesz erre a ciklusra, mondjuk? Nagyon sok van, nagyon sok van. Akkor mondj még, légy szíves, egyet-kettőt. Úgyhogy megyünk a pályázatok után igazából, és hát nagyon fontos dolog lenne még Solton egy idősek házának a beüzemelése, mert gyakorlatilag a Solt lakossága, ugye itt a többiek is beszéltek már róla, nagyon sok fiatal elmegy külföldre dolgozni, nagyobb városokba, meg erre-arra. Na most itt maradnak a szüleik, akik gyakorlatilag hát idősek. Van, aki még el tudja látni magát, van, akihez az alapszolgáltatási központ dolgozói járnak ki, és akkor ők rendezik a bevásárlástól kezdve a különböző dolgokat, a takarítást, meg amit tudnak, segítenek nekik, és lényegében hát
ha lenne egy ilyen intézmény, ott orvosi felügyelet mellett ugye normális körülmények között, tehát nem kellene attól félni, hogy most mit, én is mindig attól rettegek, hogy ha valakinek elfogy a tüzelője például, akkor tud-e intézkedni, hogy oda kerül tüzelő, nehogy megfagyjon télen, vagy ha bármi történik vele, tehát elesik az udvaron, akkor észreveszik-e a szomszédok, föl tud-e kelni, hogy bemenjen segítséget hívni, vagy van-e nála telefon. És ott egy, hogy mondjam, egy ellenőrzött körülmények között orvosi felügyelet mellett ugye ezek az emberek oda bevonulhatnának, és akkor ott egy jó ellátást kapnának. Ez egyébként már van nagyon sok környékbeli településen, városban, és erre hát úgy nézem, hogy egyre nagyobb az igény, egyre nagyobb az igény. Nagyon jók ezek a tervek kétségtelenül, viszont egy kérdés-válasz erejéig akkor térjünk már vissza, mert ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy akár a szocialista időkre visszatekintve, akár az azóta eltelt 30 évre, lehetett volna-e jobban csinálni? Lehetett volna-e többet elérni Solton? Lehetnénk-e jobb helyzetben például ezekben a szociális kérdésekben, amit te boncolgatsz? Vagy úgy globál, van-e itt valakinek, vagy bármelyik időszaknak felelőssége, vagy Soltnak ilyennek kell lenni, amilyen most? Hát nem ilyennek kell lenni Soltnak, mi ami most, mert ezen dolgozunk, hogy mindig följebb-följebb előre jussunk. És a másik dolog az, hogy én úgy gondolom, hogy mindenki megpróbálta kihozni a maximumot. Ha emlékszel rá, volt itt növényolajgyárnak a terve Soltra. Akkor de itt nincsen, Lajos. Igen, de itt volt a katasztrófa védelem. Az sincs. Tehát itt voltak próbálkozások, meg én úgy gondolom, hogy meg is tettek mindent, de hát a politika az ilyen, hogy valahol vagy erősebben lobbiztak, vagy valami nagyobb kapcsolatok révén ezek a dolgok oda kerültek, ahova kerültek. Hát most itt vagyunk a Dunának, a túlsó felére nagyon jól ismert Dunaföldvárt, szóval ott egész más a dolog, ott egy önkormányzat sokkal könnyebben gazdálkodik, mert ugye van ott egy ipari háttér. Én most ebben bízok, hogy ez az ipari park is itt valamilyen szinten elindul, és a solti embereknek nem kell órákat utazni azért, hogy elmenjenek egy munkahelyre, mondjuk a Tesco-tól, az Ibidenig sorolhatnám itt több vállalkozás, de ez nem annak a helye, hogy ezeket itt felsoroljam. De lényegében itt az lenne a jó, hogyha itt lenne egy ipari park, és akkor ha már azt mondják, hogy az első fecske odaül a villanydrótra, akkor oda röpül a másik is mellé, úgyhogy bízunk benne, hogy ez beindul, és én nem is értem egyébként, hogy a munkáltatóknak miért éri meg az, hogy ugye 80-100 kilométerről buszoztatják oda az embereket. Én magamról tudom, hogy 2 óra hossza út oda, 2 óra hossza út vissza, ez iszonyú fárasztó, meg már az a munkás, az a munkába már nem kipihenteni ér oda, hanem hát valamilyen szinten már fáradt, mert ugye föl kellett hajnalba kelni, hogy kiérjek a buszra, 2 órát zögykölöttem, mikor odaértem, akkor nyomom a munkát, és akkor nem, hogy már tudnák pihenni egy kicsit, hanem még 2 órát zögyköldök haza legalább. Lajos, ezzel itthon lehetne esetleg tartani a fiatalokat, mert ugye akkor még nehezebbet kérdezek tőled, hogy te is említetted már ezt, hogy elvándorolnak innen. Hogy lehetne őket, vagy legalábbis egy részüket, hogy lehetne itthon tartani? Hát itthon persze. Nagyon fontos egy család életében az, hogy az a település, ahol él, az közbiztonság szempontjából jó legyen. Másik fontos szempont az egészségügyi ellátás. Az is jó legyen. Ugye legyenek orvosok, legyen labor, meg gyerekorvos, meg hát az egészségügyi rendben legyen. Ugye a harmadik dolog még, hogy a fiataloknak valamilyen olyan teret biztosítson ez a település, ahol jól érzik magukat. Hát itt lesznek a játszóterek, ahova a gyerekeket ki lehet vinni, mert itt Solton van most egy csomó eladó ingatlan, tehát házak, telkek, meg rengeteg olyan hely, ahova lehetne építkezni, és hát én úgy látom, hogy azok a fiatalok, akik egy kicsit olyan egészségesebb környezetben szeretnének élni, azok ilyen nagyvárosokból, mint Dunaújváros, meg Fehérvár. Hát én inkább Kecskemétet mondanám, itt maradnánk a mi részünkön. Ezek kitelepülnek a környező kisvárosokba, falvakba. Mert egyrészt, hogy egészségesebb környezetben élnek, most én nem akarom bántani a Dunaújvárost, de hát azért tudjuk mindnyájan, meg biztos a tévénézők is,
hogy amikor beérünk Dunaújvárosból, érzünk ilyen-olyan szagokat, ilyen-olyan füstöt, főleg, hogyha ködös időszak van. Tehát azok a, én azt mondanám, hogy úgy, mint például Nagyvenyim, vagy mondhatnám Kulcsot is, azok a települések, azok ebből füveltek föl, hogy a város lakók oda kitelepültek, és akkor hát valamilyen szinten fölfejlesztették, felújították a régi épületeket, újakat építettek, ott voltak a játszóterek, jó a közbiztonsága, egészségügyi ellátása, úgyhogy én szerintem nekünk is van erre esély. Most, ha elkészül az 52-es útnak a felújítása, bízok benne, hogy nem soká sor kerül rá, akkor megint egy új lehetőség lesz, mert hát akkor pár perc alatt be lehet szaladni Kecskemétre is dolgozni. Nem tudom, hogy láttad-e az interjút a Fon Sándor képviselő úrral. Ott ugye érintettük az 52-es meg az autópályák mellett a Solti elkerülő témakörét is. Neked erről mi a véleményed? Ő ugye azt mondta, hogy az 51-es és az 52-es csomópont között talán megépítik ezt a tervezett elkerülő utat. Tehát a Kakaseri híd és a Barák út közötti ívet erről beszélt. Teljesen egyetértek vele. Egyébként ezt beszéltük is a képviselő testületi összejövetelen, hogy hát lemondunk a Dunaföldvári utat és az 51-est összekötő szakaszról inkább, csak ezt készüljön ember, akkor a kisolti rész lényegébe tehermentesíti. A Dunapart a kapcsolatban is komoly erőfeszítések vannak, ugye van egy másik egy ilyen település ott Baja mellett, és annak idején el is készítettük ezt az anyagot Szabó Imre Lászlóval, és ezt Zsigó Róbert képviselő úrnak levittem, mert ő hozzátartozik ez a másik terület, hogy majd csak ezt a két területet egy füst alatt meg tudja oldani, hogy átminősítsék meg, hát mi is tudjunk oda építkezni. Mert itt az ártérben lévő építkezést ugye mindig letiltották, de hát le kell menni máshol a Dunapartra, ott olyan sok mindent építettek, vendéglátóhelységektől kezdve nyaralót, mindent. Ha jön az árhullám, akkor kiköltöznek belőle, amikor elmegy a víz, akkor visszaköltöznek. Na és akkor visszatérek erre, a Zsigó Róbert úr titkára átadta Fon Sándor titkárának az országgyűlés folyosóján ezt az anyagot, és akkor mostantól hát a Fon Sándor képviselő úrtól várjuk ennek a megoldását. Egyébként én nem azért mondom még egyszer, nem Fon Sándornak adtam oda ezt az anyagot, hanem gondoltam, hogy a két dolgot egyszerre meg tudják oldani, mert az is egy hasonló kaliberű ügy, mint ez a Solti. Én azt gondolom, hogy elég alaposan kiveséztük itt a Solti dolgokat. Lehetne persze erről még hosszú órákat is beszélgetni, de talán most elég volt, és hát itt a végén azt kívánom neked, hogy a legközelebbi választáson majd ne kelljen izgulni, hogy a 13. helyről bekerülsz-e a képviselőtestületbe. Hát ez mindig rizikós egyébként minden választás, mert mindig állandóan tudjuk, hogy 3-4 nap alatt át is lehet fordítani valamit. De én úgy gondolom, hogy ha véletlen nyugdíjba is küldenek, akkor nyugodt szívvel megyek, mert Kisfolton is olyan fejlődés lesz, ami hát itt az elmúlt 20-30 évben nem volt lényegében. De ugyanezt elmondhatjuk a városközpontra is, meg hát a Petőfi telepen is azért nagyon jól működik ez a napközi is óvoda, meg a másik oldal az, hogy ott is azért a játszótér, meg a nyugdíjas klub épülete is megújult, úgyhogy én azt mondom most már, meg a testületi ülésen is ezt szoktam képviselni, hogy mi most már itt Solton az összes épületet felújítgattuk. Most már megyünk ilyen nagy dolgokba gondolkodni, mint a sportcsarnok építése, hogy próbáljunk mindenből újat építeni. A judo sport helyi történetéről, sikereiről, működéséről, terveiről beszélgetünk Nics Józseffel, a Solti Atlétikai Klub elnökével. Tisztelettel köszöntelek a Híd TV nézői nevében is itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is üdvözlöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Szívesen jöttem. Hát a téma ugye a Solti judo lesz, ez nem titok. Kezdjük az aktualitással, hogyha egyet értesz. A polgármester úr azt nyilatkozta, hogy a judósok megkapják a
belterületi iskola kis sportcsarnokát. Állandóra le lesznek téve a szőnyegek, a tatamik, és ott dolgozhattok folyamatosan. Te mit tudsz erről? Hát te többet tudsz ezek szerint, mint én, de valóban egyszer szó volt róla, polgármester úr ezt mondta, hogy megkapjuk, én inkább tornateremnek hívnám, mert ugye a mérete miatt csarnoknak nem nevezhető, de judóra... Tornaszoba talán, igen. Hát igen, 8x12,5 méter a teljes távolság, ebből a hasznos szélességben, mit tudom, 7,5 mondjuk. Sokszor leraktuk már a tatamit. De arra mindenképpen alkalmas, hogy ott nem tudom, hány gyerek tud gyakorolni egyébként. A judóra kiválóan alkalmas, tehát egy optimális méret nekünk, úgyhogy ha ez megvalósul, ez egy sok évtizedes álmot valósít meg tulajdonképpen. Mert egyébként ugye azt is tudjuk, aki a városban odafigyel a közügyekre, hogy elég régóta hely problémával küzdködtök. Az utóbbi időben úgy tudjuk legalábbis, hogy a mozi épületében voltak az edzések. Egy kicsit tedd rendbe ezt a dolgot, arra kérlek. Hát a mozit azt használhatjuk, de nem a nagy termet, hanem az előteret. Ez úgy 30 négyzetméter, hogy még két oszlop is van benne, és tulajdonképpen ovidzsúdóra használtuk csak. Na most a járvány miatt ugye szeptemberben kiszorultunk az iskolából, azóta se sincs föloldva ugye a tilalom, nem mehetünk be a belterületi iskolából, és akkor befogadott bennünket a kultúrház, de hát november elejéig tarthattunk ott is edzést, azóta a kultúrház is zárva van. A Covid miatt, ugye? A Covid miatt, igen. Úgyhogy tulajdonképpen a moziba valóban voltak edzések, mert ősszel voltak még versenyek, azok is november 10-e körül volt az utolsó, és hát ott a helyszín nem is megfelelő, mert annyira kicsi, de hát valamennyit tudtunk gyakorolni a nagy gyerekekkel, felnőttekkel. Hát ez elég komoly probléma lehet, és hát akkor bizakodunk abban, hogy az új sportcsarnok ezt a problémát is hosszú távon meg fogja oldani. Javaslom, hogy picit menjünk vissza a történelemben. Én arra lennék kíváncsi, hogy mióta van Solton judó szervezett formában, esetleg kiknek a nevéhez köthető ennek az alapítása? A 1970-es évek végén, nem akarok pontos évszámot mondani, de van, aki meg tudnám mondani, én olyan 77-78-ra teszem, amikor elkezdtek Soltról a Muha Csaba szervezésébe járni edzésre Kecelre. 80-as évek közepén elment Budapestre, és azért voltak, akik folytatták, a Nagy Lajos, Herceg László, aztán a Kürti, Laci. Igen, és őtőlük a folytonosságot a Szabó Sándor jelentette, mert ő volt az, aki 90, tehát az állampuszta ese hivatalosan valamikor a 80-as évek végén szűnt meg. Meg is szüntették. Lehet, hogy épp 90, nem tudom, mert ez csak technikai kérdés, ugye akkor már igazán nem működött. És akkor rögtön megalakult a Solti AC, vagy a Solti Cselgáns, vagy ott köztem eltelt némi idő? Sok év telt el. Uh-huh. A Szabó Sándor volt a folytonosság, és akkor kint Kis-Solton az iskolánál faházba edzettek. Tulajdonképpen heti egy-két alkalommal. Ott, ami az iskola udvarán volt, az a faház. Igen, most az óvodával szemben. Igen, van. Igen, nem igen. Is tudom, hogy az milyen állapotban van, vagy megvan-e még. Szerintem oda fogják építeni a bölcsödét, de ezt nem tudom hivatalosan. De ugye most a 90-es évek elejéről beszélünk, és akkor eljött 95-6, abban az időben jelezték a szövetségtől, hogy ha nem alakul meg az egyesület, akkor nem lehet versenyekre járni. Mert az egyesületi törvény, ugye a rendszerváltás után lett egy egyesületi törvény, hát ez egyébként hála Istennek. Érthető, mert hát akkor hogy lehet valamit szervezni, hogyha nincs egy... Így van. Hát ilyen adhok alapon ment, uh-huh. vagy meghívásos alapon, vagy, uh-huh. vagy a Csaba korábban tudta, hogy na most itt van verseny, ott van verseny, és hát
ugye csak telefonon lehetett érdeklődni, de hát aztán szóltak, hogy ez nem megy tovább. Tehát hiába mennek el versenyre, kell orvosi, kell judó tagkönyv, judó szövetség tagkönyve kell, és akkor 96 őszén merült föl az, hogy akkor alakítsuk meg. Engem úgy kerestek meg a Martinkovics Mihály, meg a Szabó Sándor, hogy hát elvállalom-e a levezető elnöki posztot az alakuló közgyűlésen. És akkor úgy jött össze, hogy 1997 április elején volt az alakuló közgyűlés, az volt a hivatos, tehát tulajdonképpen onnantól létezik a először Solti Atlétikai Klub, most az új neve 5-6 éve Solti AC Sportegyesület. Sportegyesület. És hogy lett a levezető elnökből egyesületi elnök? Hát röviden talán úgy lehetne mondani, hogy rábeszéltek ott, hogy vállaljam el. És te meg elvállaltad. Hát elvállaltam. Azóta azért nagyon sok munkát kifejtettél ebben az egyesületben, ha én jól tudom, pályázatokat írtál, meg irányítod ezt az egészet, de hát gondolom azért, mert szereted. Igen, hát akkor azért hagytam magam rábeszélni, mert egyébként is pont abban az időben ugye kisgyerekek voltak nálunk, és volt egy olyan érzés bennem, hogy szeretnék többet tenni a fiataloké, a Solti közössége úgy általában, és akkor hát ez mint egy lehetőség adódott, és hát könnyen rá tudtak ott beszélni, úgyhogy na így lettem én az elnök. No és akkor egy picit szaladjunk végig akkor azokon a neveken, akiket vezetők vagy edzői szinten mindenképpen itt sokat már elmondtál a Herceg Lacitól a Kürti Laciig, meg a Szabó Sanyiig, de kiket kell még kiemelned, megemlítened mindenféleképpen? Hát a szakvezetésbe, tehát a judó szakvezetésbe könnyű a dolgom, három ember mondhatok. A Szabó Sándor, ugye ő volt a vezetőedző, körülbelül 2008-9 akkor adta át a Németh Attilának, a mostani edzőnek, tehát ő már 12 éve, 13 éve csinálja. De őnek is van alapképzettsége ebben. Hát igen, ő is versenyzett, és van neki edzői végzettség, ilyen OK is. És ki a harmadik? Hát akit még meg kell említeni, a Martinkovics Mihály, ő a mai napig is itt van az egyesület alelnöke, és hát ő is egydanos mester, és hát ő hozzá mindig lehet fordulni, a problémák vannak. Most is csinál Dunaföldváron. Most nem, a vírus miatt, persze. De egyébként Földváron, mivel ott lakik, csinál iskolai csoportot. Biztos most lehetetlen kérdezek, de hány gyereket mozgattatok meg? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy egy évben mondjuk átlagban, amikor nagyon jól ment, akkor hány gyerek dolgozott az egyesületben? Hány gyerek sportolt? El szoktam mondani, hogy volt egyszer egy edzés ebbe a tornaterembe az iskolánál, ahol 68 gyerek volt jelen. Uh-huh. És nem tudtuk, ez a 60 fölötti létszám abban az időben többször előfordult, és Sanyi úgy csinálta az edzést, hogy felsorakoztatott, és akkor mondta, hogy idáig egyesek, innentől kettesek. Na akkor most egyesek dobnak. A kettesek nézték. Aztán utána kettesek dobtak. Nem fértünk el. Hát sajnos ez az idő elmúlott, azért a gyerek létszám nagyon lecsökkent Solton. Nem csak a judóba, az iskolába. Tehát, egyáltalán az összgyerek létszámra gondolsz most. Igen, igen. És hát most egyébként is elég jó padlón vagyunk, mivel beszéltünk róla, hogy az ősszel még a versenyekre készítünk, de tulajdonképpen akkor már csak azok, akik konkrétan versenyzők, ugye most is meg van engedve, hogy azok, akik igazolt versenyzők, azok edzhetnek, de hát nem tudunk hol. Hát igen, vagy a Covid, terem. Vagy a hely, szóval igen, igen. Azt is mondhatnánk, hogy átkozottak vagyunk, ugye? Ha az ovisokat is beszámolom, akkor azért 25-35 fő között mozog a létszám a manapság, de hát régen sokkal több volt. Az azért nem olyan rossz, nem igen. Lehet panaszkodni. Arra kérlek, hogy hát ez alatt a 20-21 év alatt mik voltak azok a kiemelkedő eredmények, amelyekről mindenképpen szót kellene ejteni?
Hát a kiemelkedő eredmény az, hogy még vagyunk. Ez a, igen, jó. És akkor a verseny eredményekben rengeteg van. Tehát próbáltam összeszámolni, országos versenyeken 100 fölött van az érmek száma, amit szereztek a gyerekek. És hát ha ki kell emelni, első helyre tenném azt, hogy 2003-ban korosztályos csapatbajnok volt a Solti, akkor még atlétikai klub csapata. Annyi gyerek volt, mondtam is, hogy milyen sok gyerek volt, hogy 10 évesekből 14-et tudtunk elvinni. Csak 10 éves fiúból volt 14, de a lányversenyekre is mindig két kis busszal mentünk, annyi gyerek volt. Néhány nevet azért arra kérlek, hogy ha nehéz is kiemelni, meg ugye ennek az a nehézsége, hogy az ember kihagy olyan neveket, igen, akiket el kellene mondani, mégis arra kérlek, hogy néhány nevet emelj ki. Hát az első, ugye a Szabó Tünde volt az edzőnek a lánya. Ő volt az első országos bajnokunk diákolimpián. Tehát nem országos bajnokságon, hanem diákolimpia. Három fő verseny van a utánpótlás korosztályban, a felkészítő versenyeken kívül. Van a diákolimpia, van Magyar Köztársaság Kupa, és van az egyéni OB. Igen. Tehát ezek az egyéni versenyekben ez a három van, és a Szabó Tünde volt az első ország, tehát első, és első helyezett a Diák Olimpián, még ma is nagyon emlékszem rá, mert ez 98-ban volt. Igen, ennek nagy híre volt és, annak idején is. És 100 halombattán voltunk, és ő hozta az első országos aranyérmet nekünk. Aztán jöttek többiek, úgyhogy a Szvetnyik Kata például országos bajnok is volt, és országos diákolimpiai bajnok is volt. Ő az, aki színésznő lett? Igen, ő a színésznő. Milyen Kaposváron. Érdekes. Igen. Akkor a Madár Ádám, aki szintén diákolimpiai bajnok is volt, és országos bajnok lett Solton. Nem tudom, emlékszel-e arra a versenyre? Hát nem emlékszem. Ez 4 versenyt rendeztünk országost 2004, 5, 6 és 7-be. Uh-huh. És az Ádám azt hiszem 6-ba, de ebben most nem vagyok biztos. Uh-huh. Itt volt Solton a Kis-Solti csarnokban, és ő itt országos bajnok. Hát akkor ez duplán nagy eredmény hát volt hazai, igen, pályán, igen, ugye? Igen, hazai pályán, és hát az egy nagyon nagy verseny volt egyébként is. Van-e még az Ádám után valaki? Hát diákolimpiai bajnok volt a Vajda Andris. Beszéljünk a ti nagyon nagy produkciótokról, erről a Solti versenyről, amit mindig ugye a tavaszi napok keretében rendeztetek meg. Hát megmondom őszintén, hogy lenyűgöző volt, tele volt a terem. Ezt hogy sikerült tető alá hozni egyébként? Hát a kezdetek azok még nagyon, hogy is mondjam, az még meghívásos verseny volt. Voltak itt szerbek is, horvátok is, kevés szőnyeg volt, azok is rossz minőségűek voltak. Úgyhogy hát a kezdetek. Minden kezdet nehéz. De Jóska, akkor, amikor én kijártam már a tudósítani erről az eseményről, akkor 5 tatamin ment a verseny, ott hát ha nem volt 200 gyerek, akkor egy se, meg 100 szülő, őrjöngés, tényleg bírók, bírói asztalok, órák. Szóval fantasztikus volt, bemondás, tudósítás, tehát olyan volt, ami ennek lenni kell egy versenynek. Igen, hát ezt nem csak mi próbáltuk mindig tartani a lépést. Volt egy időszak, amikor a Solti verseny példa volt országos szinten. Azt mondták, ha valaki úgy megrendezi az országos versenyt, mint Solt a tavaszkupát, akkor az már jó verseny lesz. De hát a követelmények mindig nőttek, és mi próbáltunk megfelelni ennek a követelményrendszernek. Hát sajnos most eljutottunk odáig, hogy a Kis-Solti csarnok már alkalmatlan versenyrendezésre. És akkor 19-ben rendeztétek az utolsó? Hát igen, mert tavaly már a Covid is volt, de megmondom őszintén, hogy már nem is terveztük a tavalyi verseny megrendezését, mert olyan szabályokat hoztak a szövetségnél, hogy anyagilag nagyon nagy bukta lett volna, mert nagyon kevesen jöttek volna el. Uh-huh. És anyagilag ki fedezte a versenyt egyébként, a város? Hát szülők, vagy hogy volt ez? Hogy mondjam neked,
A legtöbb költséget ugye az Egyesület viselte. Most azt tudni kell, hogy különböző forrásaink vannak, pályázatok, 1%, ugye nálunk az 1% nagyon sokat számít. Akkor önkormányzat volt időszak, amikor támogatott, akkor volt egy időszak, hogy nem támogatott. Most 5 éve körülbelül újra kapunk támogatást, akkor kultúrház is beszállt, érmek, kupa, uh-huh. az is nagy segítség, hogy ha most kapunk 40-50 ezer forintot, nem fedezi, de hát az is valami. És akkor a versenyen van nevezési díj, amit a induló versenyzők fizetnek, klubok igen, inkább, igen, a klubok igen. fizetik így ki. Van, így van. És akkor hát ezekből jött, de hát ez sem elég, ugye nem fedezi a kiadásokat. Pályázatokon is, hogyha ha nyertünk, mindig betettem a pályázatot. Hát szóval úgy kellett akkor összeszedegetni a pénzt. Igen. Most a verseny rangját többek között az is mutatja, hogy ugye a magyar judo legnagyobb alakjai jöttek ide, ők különböző szerepbe, díjátadó, nem tudom, bíró is lehetett. Edző. Én a Kovács Antira emlékszem, a Hajtós Bercire. Kik voltak még itt? Hát akik már nem versenyzőként voltak itt, jó mondtad, a legnagyobb nevek ugye ők voltak. Ezen kívül hát mondhatnám a Németh Endrét ugye a Testnevelési Egyetemen a küzdősport tanszék vezetője most. Onnan is ismerhetik a nézők, hogy az egyik tévécsatorna, aki éveken keresztül közvetítette a cselgáncs versenyeket a világból, ő volt a szakértő mindig ezeken a tévé műsorokon, ugye? Igen, ő volt a szakértője a közvetítéseknek. Az utolsó, most ahogy a képeket nézegettem, ugye az utolsó éremosztónk, a Borbarna volt, de hát a Braun Ákos, aki világbajnok, Európa bajnok, mint edző, Paksról. És akkor érdekesek a versenyzők. Na ezt akartam kérdezni, hogy akkor az előfordulhat, hogy kisgyerekként itt, 8 évesként itt dobálták egymást, és ma meg híres versenyző? Igen. 3 nevet mondok. Az egyik Tóth Krisztián, aki az egyik legnagyobb név most a magyar judóban. A legnagyobb király, mondhatjuk. Igen, olimpikon. A Karakos Hédi, aki most kapott most lett legjobb Európában. Igen. A legjobb női sportoló Magyarországon. Igen, meg Európa bajnoki címet. Európa bajnok volt, és ez miatt most mikor volt a... Most valahogy a decemberben. Nem. Szerintem januárban volt. Év sportolója, tehát országosan, tehát magyar judóban is. Sport, az összes sportban az első női. A Hédi. Ő lett az első Hédi. És hát a Hédi rendszeresen járt ide, mivel a régiónkhoz tartozott, ugyanúgy, mint a Pupréka. Ő is járt ide, sőt azt mondhatom, hogy akik eredményeket értek el, Paks, vagy Kecskemét, vagy Baja, ő gyerekként mindenki volt itt. Mert akkor a Karakas Hedvig egyébként honnan, hova? Ő Szolnokon kezdett, a Vadokai Judo Klub, Kovács Gábor volt akkor ott az edző, és ők hozzánk tartoztak abban az időben, és azért járt Soltra. Látsz arra egyébként esélyt, hogy ezt a versenyt majd valamikor föl tudjuk éleszteni valamilyen formában? Én úgy gondolom, hogy az új sportcsarnokban mindenképpen. Tehát erre van ambíció is? Van ambíció is, akarat is. Azon kell elgondolkozni, mert a szabályozás miatt majdnem mindegy, hogy régiós versenyt rendezünk, vagy országost is. Hát akkor rendezünk országost. Országos is. Alig van különbség most már. Az erőfeszítésekben körülbelül ugyanannyi. És azért az országos azért mégiscsak rangosabb. Mindig is az volt az álom, hogy a megnyitó, ha nem is a hivatalos, de egy igazi sport esemény lenne igazán egy judo verseny, ha kész lesz a csarnok. Hát ez a csarnok biztos egy alkalmas lesz, erre nagyon szép lesz. Vannak nektek, vagy voltak nektek egyéb rendezvényeitek is. Méltán híres volt ugye Kalimajorban a judo tábor, de kirándulások is. Ezek hogy néztek ki? És hát mi ezekkel, nem az edzőtáborral nyilván, hanem a kirándulásokkal, mi a cél egy egyesületben? Hát az igazság az, hogy amikor megalakultunk, már abban az évben, 97-ben már Kaliba volt edzőtábor.
akkor még csak ilyen 30 valány fővel, és ez úgy kinőtte magát, hogy hát 100 fő, bele kell érteni a felnőtteket is, nyilván ennyi gyereknél azért kell, a gyerekeket körbeveszik, ebédet osztanak, mosogatnak, hát, hogy kiszolgálják a gyerekeket. Ugye a felnőttekkel együtt többször volt 100 fő fölött a edzőtábor. Kalimajoron kívül volt 2-szer Szeliden, az is a megyei önkormányzatnak az üdülője volt. De ez azért jól lehetett, mert szabad téren, jó levegőn lehetett ugye gyakorolni. Nagyon nagy élmények voltak az edzőtáborok, fantasztikus hangulat volt, mindenféle versenyek volt, nem judó versenyre gondolok, nem csak judóról szólt, hanem majdnem azt mondom, hogy a iskolai tábor, a régi iskolai táborokhoz hasonlítanám, tehát még számháború is volt, de mindenféle ilyen rajversenyek, meg volt medence, sok gyerek ott tanult meg úszni. Hát szóval... Úgyhogy az is nagyon jó volt. Úgyhogy, hát sajnos ez azt hiszem 2009-ben vagy 2010-ben volt az utolsó. De jó egyesületi élethez, egy feelinghez ez mindenképpen hozzátartozik, ezek a plusz rendezvények, ugye? Igen, kellenek, főleg a küzdősportokban, judóban is azért az edzések azért monoton, tehát bele kell vinni játékot is. Sokszor van az, hogy edzés végén várják is a gyerekek, hogy valami ilyen labdadobálós játék, vagy fogócska, vagy valami legyen. A gyereknek a játék ugye nagyon igen, fontos. Igen. Talán kifelejtettem, de most eszembe jutott, hogy az egyesületnek beszélhetünk-e felnőtt sport életéről. Tehát felnőttek sportoltak-e valaha itt ebben a solti egyesületekben, akárha még az állampusztaira gondolok is, esetleg volt-e valamiféle eredmény? Hogyne. A felnőttjeink is járnak, most tavaly nem, de még tavaly előtt, tehát 19-ben is még, hát volt időszak, amikor Martinkovics Misi, meg a Szilágyi Brigi, sőt még a Peti is, a Martinkovics Peti is ott volt, első osztályú versenyekre OB-ra elmentek, de hát nem nagyon termett ott Babér, ami heti 3 edzésünk, vagy esetleg 2 edzésünk mellett. Tehát profi sportolókkal szembe kellett. Igen, igen. És akkor tulajdonképpen így alakult az ki, hogy másod-harmadosztályra, felnőtt másod-harmadosztályra jártak azok, akik már elérték korba azt az időszakot, és nagyon sok érmet hoztak. Hát ebbe Martinkovics Misit, vagy a Prikkel Lacit, Dubic Fecót, aztán a Szabó Tündét kiemelném, de mondhatom azt is, hogy csapatversenyekre is eljártunk, tehát országos csapatversenyen többször szereztünk érmet. Egy picit beszéljünk erről a sportágról. Én megmondom neked őszintén, hogy nem olyan régen ismerkedtem meg kicsit behatóbban vele, de ettől tisztábbat én nem tudok mondani. Olyan tiszta a szabályrendszer, egy picit erről beszélj, hogy ez miért alakulhatott ki. Tehát itt nincs az, mint a fociban, hogy most esik az eső, meg csúszik a fű, meg a bíró, meg a nem tudom micsoda. Hát a judónak maga neve is lágy út. Útkeresés azt jelenti. Mert ez ugye japánul van. Igen, japánul van, és hát Japánból ered a mondjuk úgy, hogy a kitalálója Jigoro Kano 1882-ben fejlesztette ki a jiu-jitsuból. Ő neki azért is nevezte lágy útnak ezt, mert a jiu azt jelenti, hogy lágy, tiszta, mert ő az ilyen erőszakos elemeket kihagyta a judóban. Mai napig sincs ugye ilyen törések, meg feszítések. A karfeszítés az van a judó földharcban, de az is úgy van, hogy tulajdonképpen le kell kopognia az ellenfélnek, különben a bíró leállítja. Meg hát az is az ügyességből adódik, ugye olyan helyzetet kell teremteni. Igen, hogy azt meg lehessen csinálni, de a rúgások nincsenek, kifejezetten tilos a rúgás, ütés, hát ilyeneket, az más sportban is a harapás, vagy ilyen csipkedés, persze, meg ilyen, hát ezek természetesen, de a rúgás és az ütés az is tilos.
Tehát akkor, ha judóban. Ide viszi le a szülő a gyereket, akkor jó helyen lesz a gyerek, és jót tanul, hiszen tiszteletet is tanul fantasztikus mértékben. Igen. Annyi minden jut erről eszembe, hogy nem is tudom, melyikkel kezdjem. Úgyhogy nagyon jó mondtad, hogyha ilyen címkéket kéne a judóra ragasztani, akkor első helyen a tisztelet van. Aztán a fegyelmezettség, a koncentráció, mozgáskoordináció, ezek mind-mind jönnek, és összességében fantasztikus személyiségfejlesztő a judó. Én azt hiszem, minden egyéni sport az, de a küzdősportok még inkább, és hát nekem, mivel szívem választotja, én azt mondom, hogy ezek közül a judó a legjobb ebbe, és nem kell egy szülőnek félni attól, hogy a gyereknek baja lesz, sőt, mondanám azt, hogy a judóba megtanul elesni. Nem az esés tompítás. Tehát azt is szokták mondani, hogy a judóba a tompítás művészete benne van. Úgyhogy... Tehát a mozgáskultúra annyira kifinomult, ha jól érzem a szavaidból. Igen, igen. Hát... nagyon fontos, és hát visszatérve még a tompításra, ez az első, amit megtanítunk a gyerekekkel. Tehát, hogy ne törje össze magát. Igen, igen. És ne fájjon neki utána, mert akkor ugye nincs kedve a következő edzésre. Pontosan. Megtanul tompítani, és ez egy életre szól. Ha ezt a tompítást megtanulja, akkor akár biciklizéskor, akár más sportba elesik, nem fog neki fájni, mert tudja, hogy tompítsa le. Az igen, és ugye az ügyességet, a gyorsaságot fejleszti rendkívüli mértékben. Nagyon. Hát igen, igen. Tehát azért mondom a koncentráció alatt, azért mondom, hogy odafigyel, és nagyon jó hatással van a tanulásra a judósoknál. Általában a sportolók azért, ha komolyan veszik a sportot, akkor a tanulásba is figyelnek, próbálnak gyorsan megtanulni mindent, hogy a sporttal is tudjanak foglalkozni, és hát tartást ad, magabiztosságot ad, tehát a sportnak ugye rengeteg előnye van, és hát ebben a judó szerintem élen jár. Gyakran hallottam egyébként versenyzőkkel interjúkat, és ott ugye a szülők sokszor elmondták, hogy nem bírtak a gyerekkel, valamilyen hiperaktív vagy nem hiperaktív, de nagyon rossz gyerek volt, és akkor levitték judózni, és akkor az rendbe tette a gyereket. Igen. Ugye? Meg így a tisztelet van. Is nagyon érdekes, tehát én bármilyen versenyt nézek, és születik egy, ritkán születik, de néha azért ugye előfordul mégis, kicsit vitatott ítélet, de ott nincs appelláta, ott nincs vitatkozás, veszekedés a bíróval, ugye? Nincs, hát a tatami meg se szólalhat a versenyző, és hogyha mi idősebbek, visszaemlékszünk a 92-es olimpián a Hajtós Bercire. Így van. Megnyerte a döntőt. Az egy igazi. És mit csinálta, amikor kihirdették az eredményt? Meghajolt. Igen. Meghajolt. Kezet fogott az ellenfél, és... Tehát, hogy mondjam, ez hozzátartozik. Ez a nevelés része. Így van. Akkor a végére azért mondjunk valami bíztatót, hogy él a Solti judó, és akkor a tervekről egy picit beszélj, arra kérlek. Hát most a vírus miatt ugye elég jó padlóra kerültünk, mert hát nem tarthatunk. Tavaly március óta alig van edzés. Úgyhogy ez meglátszott a tavalyi eredményeinken is itt ősszel, mert hát elmaradtak a táborok, tehát Bajára jártunk most már évek óta nemzetközi edzőtáborba, és az is elmaradt, egyszerűen le kellett mondani, de mindenütt az országban elmaradtak, akkor edzeni nem tudtunk, tehát gyönge volt a fölkészülés, úgyhogy nem is lett érmünk. Ez nagyon régóta nem volt ilyen. Jó, hát nem mentegetőz, mert ettől objektívabb ok nincs, mint ami most uralkodik. Úgyhogy, de azért lett 3/5. Hely a gyerekeknek, ott voltak, de hát a kritikus pillanatokban veszítettünk. Úgyhogy... Az ötödik helynél mondjuk el, hogy az már, aki ötödik helyet ér el... Országos versenyről beszélnek. Így van, az a judóban azt jelenti, hogy az ő súlycsoportjában egészen ott van már a toppon, mert lehet, hogy éppen attól kapott ki, aki aztán megnyeri a versenyt. Pontosan így van. Úgyhogy ez tulajdonképpen a válogatott keret tagság széle. Tehát 3-4 versenyző van a válogatott keretben egy-egy korcsoportban. Hát... volt nekünk már válogatott versenyzőnk, a Prikkel Laci például, junior válogatott kerettag volt. Jó, akkor a Solti sportcsarnok, hogyha minden sikerül, akkor 2000
2021 végére elkészül, akkor 2022-ben ott verseny lesz? Hát remélem. Remélem, hogy elkészül, és remélem, hogy a feltételek adottak lesznek hozzá. Úgyhogy ebbe bízom én is nagyon. Kedves nézőink, önök a Solti magazin 2021. március 25-i adását látták. Ne feledjék, jövő héten Szentmisét közvetítünk. Április 4-én vasárnap kívánságműsorunkkal jelentkezünk. Április 8-án pedig újra magazinnal. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket figyelmükkel, viszontlátásra!